hol töltöm az időm kellemes részét, és ebben része van-e valamilyen szerhasználatnak. Van-e olyan, hogy felhívom magamhoz a három vagy négy legjobb barátomat, és nem kell kibontani egy üvegbort ahhoz, hogy jó legyen a társaság. Mert még van a tegnapi bort. <síns> 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 Köszöntöm nagyon sok szeretettel a hallgatókat, ez itt a Függőség Podcast tapasztalati szakértőinkkel, D. és Kovács András Péterrel, valamint szakmai lektorunkkal, Hoffman Katalin klinikai szakpszichológussal, és ma Katán kívül egy különleges vendéget köszönthetünk a stúdióban, dr. Petke Zsolt, pszichiátert, addiktológust, a Nyírő Gyula Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet addiktológiai osztályának osztályvezető főorvosát, felépülő függőt. Sziasztok! Szervusz Zsolt! Szia. Köszönöm Hello. a meghívást! Mi köszönjük, hogy elvállaltad ezt a csodás lehetőséget, és nem tudtuk nem észrevenni, hogy ahogy megláttátok egymást Katával a Duma Színház folyosóján, egyből egymás nyakába borultatok, és enikővel, nem akarunk beszélni. és annyira rákívántunk erre a dologra, hogy mi is egymást, igen, is. igen, tehát hogy a szakmabejlek így üdvözlik egymást. A ti kapcsolatotok egyrészt ezek szerint régi, másrészt pedig nagyon bensőséges, és én mindig is olyan helyen akartam dolgozni, ahol a megölelik egymást. Mondjuk egy minisztériumban ilyesmi nem történik, gondolom. Megtörténik csak. <laughs> csak Aztán más Igen, a színházat most hagyjuk. Enik Köszönöm ő, akkor. Hogy, hogy ott mi történik, de ezt olyan jó volt látni nálatok ezt az ilyen feltétlen és őszinte örömet. Hány éves a mutatok? Úgy, emlékszem, hogy van vagy húsz éves a mi kapcsolatunk ő... már, nem? Azóta vagyunk kapcsolatban. Igen, bár most múltam 22 éppen, de igen. Igen. Igen, hogy vidéken töltöttek <laughs> Katával először uh, egy uh, metadon ellátó intézmény drogambulanciáján ismerkedtünk meg, ott dolgoztunk együtt segítőként. Tehát nem sorba álltál, Kata, hanem nem? nem? Nem. <laughs> Már megpróbáltuk definiálni, hogy mi is ez a függőség, és miért nehéz egyértelműen meghúzni a vonalat. Zsolt, te hol húznád meg a határt? Hát én azt gondolom, hogy első körben a terápiában a kontroll szót szoktam behozni. Tehát, hogyha probléma van a kontrollal, eldöntöm, hogy este két pohár bort fogok inni, és ezt nem tudom tartani, akkor ott el lehet kezdeni gondolkodni, hogy valami probléma van. Nyilván itt aztán lehet hosszú vitákat folytatni arról, hogy az esti két üveg bor hetente egyszer, vagy hetente ötször mennyire probléma. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a kliens személyiségének az egyik jellemzője, hogy tud-e az élete bizonyos területein, mint például a szerhasználat kontrollt tartani, hogyha igen, és neki Esténként kell egy fél liter bor, de az soha nem lesz több, és hogyha valamelyik este nem tolja be a fél liter borát, ugyanolyan jól tud működni, mint akkor, ha piálna, akkor ám legyen egészségére. Nyilván mi azt vizsgáljuk, hogy van-e probléma a kliens működése terén? Tehát leépülnek a kapcsolatok. Azt gondolom, hogy a következő uh, téma, amiről fontos itt beszélni, hogy hogyan működnek a kliens kapcsolatai. Vannak-e intim, jól működő barátságok, párkapcsolat, szülő-gyermek viszony. Hogyha ezek működnek, akkor igazából nem is számít, hogy. Milyen gyakran történik szerhasználat. Tehát alapvetően ezt nem, nem tartom fontosnak, hogy milyen gyakran, mennyi szert használ az arc, inkább azt tartom fontosnak, hogy a szerhasználatnak milyen hatása van az ő kapcsolataira elsősorban. Hogyha az utóbbi években elkezdtek leépülni a kapcsolatok, akkor baj van. Hogyha a kapcsolatok szintjén nincsen probléma, és azt látják mondjuk a barátok, hogy ugyanolyan jókedvű, ugyanannyira megtalálja a jót az életben, mint az előtt, akkor én nem hívnék mentőt vagy addiktológust. És az ellentétje is működik? Tehát azt mondjuk, hogy amíg van intimitás, addig nem baj a függőség, de az intimitás hiánya például egy, egy ilyen ok lehet a függőség kialakulására? Azt gondolom, hogy aki gyermekként nem tanul meg biztonságosan kapcsolódni, ő nagyobb valószínűséggel fog szert használni, mivel a szerhasználat adja a biztonságos kapcsolódáshoz hasonló jó érzést, meg elégedettségérzést, kvázi eufóriát, boldogságot. Azt látjuk az addiktológia osztályon, hogy minden hozzánk forduló kliens rettenetesen magányos. Tehát a magány az első tünete a, vagy melegágya a kialakuló függőségnek. Volt számos uh, kapcsolódási kísérlet, amelyek mind kudarcba fordultak. És akkor maradt a szer, a szerben viszont nem csalódott, mert akárhányszor nyúlt az üvegér, megkapta azt az elégedettségérzést, azt a biztonságérzést, amit legtöbben gyermekkorban soha képes ilyenkor az ember még olyan kapcsolatokat építeni, amik aztán megadják az agyának ezt a fajta jutalmat? Én abban hiszek, hogyha van egy vonzó minta, ha találkozom egy számomra vonzó mintával, akkor megjön az energia, vagy hajlandó vagyok energiát fektetni bele, hogy változzak. Ugye úgy működik a függőségből való felépülés, hogy elmegy a piás az ágyülésre, és olyan mosolygó, optimista és jókedvű alkoholistákkal találkozik, akikhez szeretne hasonlítani. Ezért megy el másodszor és harmadszor, és azt látja, hogy néhány nap után neki is megjönnek ezek a kellemes érzések, hogy a világ tulajdonképpen egy jó hely, és érdemes megkeresni a jót az életben. És nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ez a fajta destigmatizáció, ami valahogy eltávolítja a függőséget a pszichiátriai betegek óriási nagy uh, kosarától, ez nagyon fontos számunkra, hogy itt nem egy elmebajról kell beszélgetni, aminek néhány tünete van, ezt nyugodtan rá lehet bízni a pszichiáterekre rájuk, nincs szükség a felépülésben, itt olyan felépülő függőkre van szükség, akik egy másik mintát tudnak biztosítani a még szenvedő függőnek, hogy hogyan kell megváltozni. Ebben semmi pszichiátria, semmi orvostudomány nincs. Tehát kell egy jó háló és egy jó minta. Egy jó közösség egy kell. Engem kell. Igen. De nekem ez pont kérdésem, és visszacsatlakoznék egy korábbi mondatodra, hogy Szólnak a barátok? Még a legnagyobb szeretetben, és pláne a legnagyobb elfogadásban is. Ki szól nekik? Azt gondolom, hogy akik szeretnek, ők szólnak, és hogyha vannak körülöttem, akik szeretnek, ők kérnek segítséget abba az irányba, hogy hogyan tudnának felelősen ehhez a témához hozzáállni. Azt gondolom, abból a szempontból is jó a kérdés, hogy a függő családjában az a jellemző, hogy mindenki a másikon akar változtatni, úgyhogy ott nem ideális a dinamika, hogy úgy mondjam, viszont viszont azok a barátok, akik szeretnek, ők előbb-utóbb jelezni fogják, hogy haver, baj van veled. Mm -hmm. Sokszor a függő ilyenkor nem feltétlenül azt mondja, hogy igen, köszi, hogy szóltál, persze nem iszik tovább, hanem mondjuk pont elfordul akár azoktól a kapcsolatoktól, akik nem azt jelzik, tehát akik olyan tükrök, vagy olyat jeleznek vissza, amit ő nem szeretne látni. Nekem elő az a sztori jutott eszembe, hogy na és ki az a négy barát, aki naponta figyelmeztetni szokott arra, hogy baj van az alkoholfogyasztással? Azok, akikkel minden este a kocsmába együtt is szom? Igen. Igen. Nyilván, hogyha távolról nézem magam, akkor látom, hogy hol töltöm az időm kellemes részét, és ebben része van-e valamilyen szerhasználatnak. Van-e olyan, hogy felhívom magamhoz a három vagy négy legjobb baráta, barátomat, és nem kell kibontani egy üvegbort ahhoz, hogy jó legyen a társaság. Mert még van a tegnapi bort. <gül> <gül> igen, <gül> igen, De tényleg, más más Igen. Ugye nem kell kibontanom a bort, mert, mert megvan azok a az örömforrások és jutalmazó mechanizmusok, amik amúgy egy egészséges elmében működnek. De hogy van olyan, hogy az elme nem megfelelően működik, és ezért válik függővé az illető, az abszurdum örökölhető. Van egy jó és egy rossz hírem, <laughs> hogy. Nem tudjuk, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak genetika, csak család, vagy csak környezet, vagy ezek mekkora kombinációja. Viszont a nagyon jó hír az az, hogy mindent meg, te, meg lehet tanulni. Tehát azt, hogy hogyan tudok magamnak józanul, örömöt okozni, azt bármilyen életkorban, bármilyen körülmények között egy néhány hetes terápiával el lehet sajátítani. Tehát ugyanilyen, ugyanolyan, mint egy két hónapos iskola. Tehát elegem volt a szerhasználatból, Felveszem a telefont, azt mondom a rehabnak, hogy gyerekek szeretnék változni, én oda elmegyek, és ott újra telepítik nekem a Winchestert úgy, hogy megtanuljam élvezni az életet. Egyébként ezt én nem csak szerhasználóknak javasolnám. Tehát nagyon sok ember úgy él, hogy, hogy nem, nem kapja meg a, azt a jutalmat, vagy ezt az örömet, nem is keresi más szerben, de attól függetlenül azok nélkül a jutalmak, vagy örömek nélkül él. És úgy gondolja, hogy az élet ez ennyi. És stresszel, szorong, és beletörődik. Ami és... szintén úgy hangzik, bocsánat, mint egy függőség, nem? Tehát az öröm nem keresése Abszolút. az is. Igen. Ezek a receptorok nála nem aktívak, de meg lehet tanulni őket aktiválni. Uh -huh. Tehát akkor javasoljuk mindenkinek ne? ezúton, ezen a podcaston keresztül, hogyha e, nem is függő, vagy úgy érzi, hogy nincsen semmi függősége, de kellő keserűség van az életében, vagy úgy érzi, hogy hiányában van kellő örömnek, akkor is szerintem nézzen utána. Igen, hát a biztonságos, meghitt kapcsolódásban annyi örömhormon van, mint semmi másban. És ezt azért mindenki meg tudja tanulni időről időre, újra visszahozni magának. Tulajdonképpen olyanok ezek az előbb említett önsegítő csoportok, mint egy gyógyszerbevétel. Egy nagy adag szorongáscsökkentő csökkentő és antidepresszáns egy ilyen csoporton való részvétel a függő számára. Így is szoktam mondani a klienseknek, hogy magának nem inzulinnal kell szurogatni magát, mm -hmm. ugyanúgy kell esténként egy csoportot beszedni. Náluk ez a gyógyszer. És hol juthatnak ilyen csoporthoz az emberek? Akkor ezt mondjuk már el most, aztán majd a podcast végén is el fog hangozni. Neten és ott egy olyan fület keresnek, hogy gyűléslista, és megkeresik bármelyik gyűlést, amelyik közel vagy távol van a lakhelyüktől, szabadon bemehetnek bejelentkezés, befizetés, azonosítás nélkül. Ugyanez a helyzet a szerhasználókra, a Narcotics Anonymous, egy hasonlóképpen működő önsegítőcsoport, csoport, vagy a szerencsejátékok sok számára, a www.gamblersanonymous.hu. Magyarországon Nyak. több száz ilyen gyűlés van, szabadon elérhetőek. Tehát ma este el lehet kezdeni a felépülést. Már délután. Igen. A színház, a, a, menni. Ott is lesz elég műsor. Ja, a doktor ma nem érek rá, mert ma dolgozom. És Marian, nézem a naptárat, hát az a helyzet, hogy alapvetően most három hónapig minden estén foglalt, de akkor majd hívom. Szóval, Látom, foglalt. Igen, ez szokott lenni. Gyakran. Amire tudjuk mondani azt, hogy az embernek arra van ideje, amire akar, amitől nekem általában a bicska ki uh -huh. szokott nyílni a zsebembe, amikor Hiszen tényleg nincs semmire. Igen, de, Igen. de... És azt annyit még mondjunk el, hogy itt van kávé meg keksz, mint az amerikai filmekben meg van és a templom van Van a, a keksz. Kivétel a kávéfüggők, ne a András. És a keksz. Igen, egyébként ha a Google-ba a 12 lépéses programokat írja be az ember, vagy 12 lépéses csoportok, vagy 12 hagyományt követő csoportok, akkor még fogtok találni egy csomó minden mást. Akár, amit itt előzőleg említettél, a, például az ilyen családban felnőtt gyerekek számára is vannak. Ugyanígy 12 lépéses csoportok. És ezeket már felírtam. Munkamániások Munkamániások no, a munkamániásoknak ne. ne. is van csoport. Nekik is van csoport, csak neked meg kell keresned fűzőknek, fűzőknek. Kis 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 fűzőknek, igen, a nekem Társfüggőknek, vagy túlevőknek, nikotinfüggőknek. Társfüggők egyedül jöjjenek. Túlevők. Ezek mind-mind érdekes kérdések, és magáról a terápiáról, egyéni és csoportos terápiákról később lesz még kifejezetten ennek dedikált adásunk, de már most is a mai beszélgetés során is fogunk beszélgetni a felépülés nehézségeiről, annál is inkább, mert Zsolt maga is felépülő. Erről tudsz nekünk mesélni? Én nem tudom, annyira, annyira tapintatos vagyok ilyenkor, mondjuk, hogy nem tudom, hogy mennyire szabad belekérdezni ebbe és a másik mennyire hajlandó megnyílni, úgyhogy rád bíznám itt a választ. Ó, én ezzel imádok házalni <laughs> a saját felépülésemmel, mert fantasztikus dolognak gondolom. Hát ugye nálam is volt otthon szerhasználat az édesapámnál, egy igazi karrierista építészménynek volt ő is, és hát valahogy annyira természetes volt számomra, hogy azért esténként az az üvegbor jár az apámnak, mert ő fontos ember, és értem, dolgozik, hogy én egyetemre járhassak. És ezt aztán hallgattam húsz évig, és uh, menekültem attól, hogy na, én majd nehogy ilyen legyek, de aztán azt vettem észre, hogy úgy szép, csendesen belecsúsztam. Hát közben azért orvos voltam, úgyhogy nem négy kézláb mentem haza hajnalba, hanem valahogy bekászálottam az autóba, és volt, amikor nem én vezettem, de hogy ugye teltek az évek, és egyre több olyan veszélyes helyzetbe kerültem, amikor, amikor pont a családtagjai mondták, azt, hogy Zsolt baj van, valamit ezzel kezdeni kellene. Én már akkor Isten császár voltam az addiktológia osztályon, és képzeljétek el, hogy ezek az előbb említett anonim alkoholista gyűlésre járó felépülők az egyik WC-ben dohányzáskor szóltak nekem, hogy te Zsolt azért az kurva gáz, hogy te vagy itt a főorvos, és az esténként te is legurítasz egy üvegbort. Hát hogy jön össze neked a kettő? És én megnéztem, hogy haver, hát neked mi közöd van Ehhez én minden reggel nyolckor józanom, jövök dolgozni. Neked ennyihez van. Ked én különben is elvégeztem, haver. Ki a doktorát, én vagyok. Na, és aztán ezen elkezdtem gondolkozni, és ennek az lett a vége, hogy ott próbáltam a fülakopunktúrát, meg az aura-hegesztést, meg az összes ilyen hülyeséget végigolvastam a neten, és aztán egy idő után én is kikötöttem egy Rehabon Komlón 7 évvel ezelőtt, és Igazából én azóta vagyok józan, mióta az első ennál elmentem. Ennek több mint hét éve és Az enne az a narkotikus. Igen, a narkotikus anonimus. És tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez ennyire egyszerű. Kell egy erős elhatározás, és, és körülötted egy kis biztatás. Tehát ebben nagyon erősen hiszek, hogy a függőt nem a nyomorúsággal keletetni, hogy két hónap múlva meghaszt uh, májrákban, hanem azt kell előhozni, hogy mennyire jó lehet az életed azzal, hogyha leállsz. Igazából az a dolog, amit én a legkevésbé hittem a szerhasználat alatt, hogy az én életem is meg tud változni annyira, hogy ne a szar dolgokat keressem az életbe, hanem esetleg Tudjam élvezni a napot. És a gyerekeidet. És. Igen, hát a kapcsolatokat. Nem, nem, nem tudtam sehogy kapcsolódni régebben emberekhez. Volt egy olyan kis gondolat a fejemben, hogy az emberektől távol kell maradni, mert az egy fenyegetés. Ezt apám pont a így a mondta ezekkel a szavakkal. Ne bízz fiam, senkiben! A világ egy szarhely. És ebből is látszik, hogy a szerfüggőség már csak egy tünet, hiszen ez egy sokkal előbbre való, vagy egy ez elő megelőző hiedelem a rendszerében az embernek. Igen, minta. ezt hívják a bizalom hiányának. Igen. És alapvetően ez már veleszületett hiánya a bizalomnak, mert otthon nem emlékszem egyetlen olyan mondatra se, hogy hú, a milyen jó ember, vagy nézd meg, hogy milyen Kellemes volt a társaságában lenni. Vagy nálunk... csak látod a szüleidet, hogy meghitt bizalmi Igen. viszonyuk van más felnőttek. Igen, nálunk nem jártak vendégek, mi mindenkinél okosabbak voltunk, és kiválasztottabbak, és szóval. És a függő családjában az egy, egyébként reggeltől estig ez megy, hogy mi vagyunk a kemény csávok, mindenki Igen. más hülye. Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést. Nekem apám mindig azt énekelt a gyerekkoromban, hogy tanulj meg fiacskám komédiázni. Egyébként. Ez volt az, ugye? Mi lett a vége? Tanulj meg színéletet, tanulj a rosszhoz is jó képeket vágni, és erről Egyébként. szól az egész dal, hogy te vagy ne bízz, nehéz, ne, ne szeres. Ez a magyar recept Ez, a boldogsághoz. Az, igen. És gondolom, amíg dobogósok vagyunk az alkoholfüggőségben, úgy a az egészséges kapcsolódás az nem jellemző itthon, nem? Tehát ezt el tudom képzelni, hogy milyen Kérdés, hogy cseresen magába rejti a választ is. <laughs> felmerült egy kérdés, volt itt közben, hogy beszéltél arról, hogy mennyire egyszerű dolog ez a felépülés, és csak le kell menni egy csoportra, és onnantól működik minden, hogy azért azt elmondod, hogy neked hány év volt, mire Mióta már bajban voltál, és mire eljutottál az első ennél csoportodig, hét évvel ezelőtt? Azt gondolom, hogy legalább kettő. Tehát mm -hmm. minden eszközzel próbáltam a csoportos helyzetet elkerülni. Mivel ugye csoportos helyzetben ma is elég nehezen érzem magam. Tehát, hogy is mondjam, fel kell szívjam magam ahhoz, hogy Bemenjek egy olyan társaságba, ahol többen figyelnek rám, mert a lelkem mélyén még mindig ott van az a félelem, ami a függő fejébe és az én fejembe is megy ez a mozi, hogy nem vagyok elég jó. Tehát ez egy ilyen stabil érzés. Hiába Jön megerősítés vagy cáfolat ennek az ellenkezőjéről, attól még nagyon mélyen a függőt elkíséri ez az érzés. Viszont tudok ezzel dolgozni, hogy hát lehet, hogy ez a mozi a fejembe, de úgy tűnik, hogy mégsem ez van. És, és azt gondolom, hogy valahogy az változtatta meg bennem ezt a reménytelenséget, amikor mondom, has, hozzám hasonló arcokkal találkoztam, akik meg jól voltak. Egyébként van erre is egy nagyon jó sztori, az anonim alkoholisták alapításának a sztori, a Bill és Bob alapították. Az egyik azt hiszem egy porszívó ügynök volt, a másik meg egy orvos. <gül> <gül> és ez... Szia, <Ja>, nem mondhatom <laughs> meg a nevem. Szia, Jaj, Akkor én Bill vagyok, én pedig Bob. És azt hiszem, hogy Bill feküdt alkohol megvonásban a kórházban, Bob pedig meglátogatta őt, és két órát beszélgettek egymással, és azt vették ki, észre, hogy az alatt a két óra, óra, alatt, amíg ők ketten, vagyis két alkoholista egymással beszélgettek, ez volt az a rövid idő, amikor egyikőjük sem kívánta a piát. Úgyhogy ezért mondjuk mi a függőknek, hogy hát ha nem akarod kívánni a piát, akkor találkoz józan függőkkel, és elmúlik az érzés. És ez, ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy ez a legne, ezt a legnehezebb meglépned, erőt, erőt venni magadon. Még? Hát meg beismerni. Szóval hogy az első lépés a 12-ből talán a legnehezebb, amit beismerni azt, hogy nincsen kontrollom, hogy, hogy nem tudom befolyásolni, hogy, hogy belátom, hogy segítségre van szükségem. Ebben nyilván kaphatsz segítséget, de hogy ezt nem akarhatják helyetted. Tehát, hogy nem, nem mert mi is apámba korlátlan mennyiségű energiát öltünk, azzal, hogy, hogy mi jobban akartuk ezt az egészet, mint ő, és helyette próbáltuk megtenni mindent, tehát nem tudsz, nem tudsz más helyet akarni. Igen, erre különböző receptek vannak, hogy mi a dolga a hozzátartozónak, amikor a függő már nagyon destruktív otthon. Mi erre azt szoktuk javasolni, hogy a legjobb recept az, hogy el kell távolodni. Uh -huh. Hiszen a függő családjában a duma és kevés a cselekvés. Ez Úgyhogy mindenki ért a nagy tanácsadáshoz, de valahogy a hajlandóság arra, hogy Édesapám, ha te iszol, akkor nekem nem biztonságos mellette, tehát eltávolodom. Erre mégis kevés, többnyire a kapcsolódási zavarral küzdő feleség hajlandó. Tehát mindig ezzel jönnek hozzánk, hogy de mondja, hogy doktor úr, segítsen abba, hogy mit mondjak neki. Hát nem mondja neki semmit édesem, hanem a költöz el, el. És menekülj a gyerekkel, mert mindketten tudjátok, hogy az egy nagyon Uh, ártalmas és destruktív környezet a gyermeket számára. Csak I ezt nagyon nehéz meglépni valóban. Igen. Főleg gyerekként, amikor nem is tudod az eszközeidet meg a... Meg a hát meg azt igen. gondolod, hogy apád az Isten, hát apa, 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 apa az van. Tehát olyan nincs, igen. hogy apa nincs. Apa meg... értünk, harcol egész nap hozza haza talicskával a pénzt, igen. hogy én iskolába járassak, és legyen kenyér az asztalra, hát akkor csak megérdemelhet szegénykém, egy spanglitesténként tenként, vagy hmm. egy fél gramot. Igen, de ez fontosan nagyon, amit mondasz, hogy gyerekként ne, nem, nem a gyerek dolga megváltoztatni, sőt, ez egy fontos üzenet is a számokra, nem a te problémád, nem és te, te okoztad, és nem te tudod megoldani. Mert hogy a gyerek nem fogja tudni megoldani, a gyerek azt tudja tenni, mondjuk, amit Zsolt is mondott, hogy az eltávolodás kapcsán, hogy valahogyan elhatárolódni a szülőnek, már amennyire egy gyerek el tud határolódni, de hogy megvédeni meg magadat, de megoldani biztos, hogy nem tudod a, a szülő alkohol problémáját. Nálam akkor kezdett el nagyon nyomasztani az én függő vagyok, és csinálni kellene valamit, miután összevesztem a gyermekeim édesanyjával, és akkor erről azt mondta, hogy haver, akkor menj is, légy egyedül olyan, amilyen szeretnél, boldog, elköltöztem és azt láttam, hogy egy hónap múlva háromszor annyi szert használok, mint az előtt. Ez volt az első olyan jel, hogy hát akkor lehet, hogy mégsem a környezetem a hibás, mert akkor vagyok a legnagyobb szarba, amikor egyedül vagyok. Igen, miközben a család él és virágzik, és megtanulnak nélküled létezni, és halálosan kétségbe esel, hogy kész, végleg, végleg Igen. kimaradsz belőle. Igen, és az a gondolat a fejembe, hogy hát itt minden, mindenki életem rajta múlik, tehát én vagyok az eltartó, a lelki támasza minden, ez, feje tetejére áll, mert azt láttam, hogy ők sokkal jobban működtek úgy, hogy én nem voltam otthon. Van-e arról valami statisztika, nyilvánvalóan van, hogy hogy bizonyos társadalmi közegekben hogyan változik a, a beismerésnek a gyakorisága, vagy korai be, beismerés, illetve az, hogy a felépülés az hogyan, milyen ütemben változik különbséget tettünk e között, hogy valaki orvosként csúszik bele egy ilyen addikcióba, vagy mondjuk a társadalmi ranglétrán egy jóval lejjebb lépcsőfokon éri ez a hajlam. Nehéz azt gondolom összefüggést találni. Én erről azt gondolom, hogy ha van információ arra vonatkozóan, hogy lehet változni, milyen a változás, mi kell hozzá, akkor, akkor szélesebb rétegekben kezd, hogy is mondjam, ez az út szexivé válni. Mm -hmm. Van erről egy nagyon jó sztorim. Ötödéves külföldi orvostanhallgatóknak tartunk a diktológiai gyakorlatot az osztályon, és egy olyan fél évvel ezelőtt egy húsz főből álló ilyen multinacionális uh, hallgatócsoportnak beszéltem arról, hogy hát ez egy addiktológia osztály, ilyen meg olyan betegek vannak, és egyébként én is felépülésbe lévő függő vagyok. Két izraeli lány elkezdett jelentkezni, hogy ők is, ők is, ők is, ők is 17 évesen voltak Rehabon, <gül> <gül> és hogy azóta is járnak csoportra is, hogy ez mekkora menőség. És mondtam, hogy Segítsenek már nekem abban, hogy miért van az, hogy Izraelben tízszer annyi? Uh, Anonimakorista gyűlés, meg ennál gyűlés van, ezer főre vetítve, mint Magyarországon. Mi a siker titka? Miért van az, hogy ott ez jobban működik? És akkor azt válaszolták rá, hogy azért mert Izraelben leállni szexi. Tehát ő 13 évesen kezd el, kezdett el szívni, viszont gimnáziumban már voltak olyan osztálytársai, akik elmentek rehabra, és azok voltak a menők az osztályban, aki bevállalt egy két hónapos rehabra és azt mondta, hogy az meg, nekem ebből elegem volt. Eleve ezért kezdett használni, hogy majd egyszer leállhasson. Már időben hogy mi a Már rehab. Mi a menő? vagy leállni? És ebben azt gondolom, hogy a szakma nagyon sokat tehet, meg a sajtó is, hogy destigmatizáljuk a kérdést, és hogy is mondjam, nagyobb hangsúlyt fettesünk a változásra, hogy miért jó megváltozni. Hát azért, mert az egy olyan életminőség, amiben egy olyan példát mutathatsz a gyermekeid, meg a barátaid számára, ami 200 évre az a családban nem volt. Az egyik legfontosabb ilyen sztereotépia, vagy vagy tévhit vagy a laikus gondolata a függőségek kapcsolatban. Pont az, hogy hogy az ő baja, hogy jutott, hogy juthatott idáig, nem tudom én, akkor ott pusztuljon, vagy akkor oldja meg magának, egyedül Szegye menjen össze. be a rehabra, szedje össze magát, vegye be a gyógyszert, és Egy kis akarat erő. Igen, igen. Egy kis akarat erő kéne neki. És ezzel szemben áll az az elképzelés, hogy a függőség az egy betegség, ami viszont nyilván nem terjedhet odáig, hogy a felelősségét teljes mértékben e, kivesszük magának a, a függőnek a képletből. De, de mondhatjuk, hogy a függőség egy betegség. Igen, azt gondolom, hogy egy függ, a függőség az egy olyan betegség, ami úgy alakul ki, hogy nincs információm arra vonatkozóan, hogy hogyan tartsam egészségesen magam. Ez kvázi olyan, mint az elhízás. Megtanítottak engem gyerekként egészségesen étkezni és sportolni? Nem tanítottak meg, hát akkor előbb-utóbb elhíztam. Na, mit csinálják ebben a helyzetben? Tanulja meg, hogy mennyi egy adag kaja. Tanulja meg, hogy abba az egy adag kajába mennyi tápanyag, tettere, tettere szükséges, és így tovább. Tehát, hogy tanulni kell ahhoz, hogy kimásszak ebből a függőségből, nem pirulát szedni. Tehát talán ebben Igen. különbözik a többi betegségtől. De én nagyon örülök, hogy ezt felhoztad ezt a hasonlatot, mert én úgy érzem, hogy még talán ebben sem különbözik a többi betegségtől, mert a szívbetegeknek, akik szívinfarktuson estek át, azoknak az egy ötöde két év múlva már nem szedi a gyógyszert. És az életedről van szó. Tehát amikor a függőt Vádoljuk azzal, hogy nem képes összeszedni magát, nem képes megemberelni magát, lám már megint visszaesett, akkor szerintem gondoljunk arra, hogy, hogy akinek a, az, az élete múlik a szívén, és elhagyja a gyógyszert. Vagy, 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 vagy a, 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 a keringése, a, az inzulinszintje, bármilyen múlik azon, hogy tud-e változtatni az étrendjén, az sem fog, az sem, az sem annyira egyértelmű. Tehát, hogy én még ebben sem látom a különbséget. A függés és más betegség között, hogy a, az emberek normális függés nélkül sem tudják magukat megemberelni, mert nincsenek, nem tudom, lehet, hogy azért, mert a, a következmények túl távolinak tűnnek, vagy vagy a pillanatnyi öröm vagy utalom az túl nagy a hosszú távú. Azt, hát talán azért, mert piázni jó, meg hát, drogozni is nagyon jó. Az ezt ne felejtsük helyzet. el. Ezt, tehát, igen, ezt örülök, hogy kimondta. Uh, és igen, kellene Igen. De ez, így van, hogy, hogy, az ember azért iszik év ezredek óta, meg azért használ tudatmódosított, mert az jó. Na jó igen, de akkor mondjuk ki azt is, hogy ez, ez valóban így van, hogy, hogy mondjuk a prevenciós programok is egy csomószor itt buknak már el, hogy a gyerekek, a droga, az rossz dolog, és nem tudom, micsoda, majd elkezd ez gyerek drogozni, és azt, azt, azt hogy ez baromi jó. És akkor már ott hiteledet vesztetted. Mert hogy annak kéne elhangzani, hogy persze ez egy jó dolog. Kontrollált keretek között, megfelelő formában, ö, a, a helyén kezelve, tehát persze, tud ennek a szerhasználatnak is tud lenni, mint hogy a kaja kapcsán is, ennél is jó, meg nem tudom még betömni a mézes krémes a szünetben, <laughs> meg akármi. Ö, Nyilván valahogy, tehát tényleg a kontroll az, amit, amit, meg a tudatos használatot kellene megtanítani, meg az iskolában is a fiataloknak. Nem azt, hogy ne így ne drogozzá, hanem hogy akkor hogyan próbált ki biztonságosan, mi az a határ, ami belefér, mire figyelj oda, legyen körülötted egy olyan közeg a biztonságos használat érdekében, mint te is mondtál, hogy, hogy a barátok akár, stb. 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 Tehát nem, nem azt, hogy a a drog rossz dolog. Hát meg, hogy figyeld meg azt, hogy, hogy milyen lökést okoz mondjuk. Hát meg te hogyan reagálsz. az akár. agyadban, meg milyen lökést okoz mondjuk fél óra futás, vagy három óra futás. És akkor azt fogod érezni, hogy hull fáradt, vagy de így elborít az endorfin, az is jó. Tehát, hogy, hogy nem csak de a De mennyire a pia... <laughs> nem, nem csak a pia jó, meg a, a drog jó, hanem jó a beszélgetés ah. is, meg jó szerelmesnek lenni is, meg jó, jó futni is. Tehát, uh -huh. hogy ezeket is, az ezeket arányok, is, arányok, most már én azt a következtetést azért tudom, hogy nem a végén tartunk, de levonhatom, hogy, hogy az a jó, ha nagyon sok függőséged van, mert egyikre sincs elég időt tehát nem alakul ki. <laughs> hm, <laughs> jól, és jól beosztod. <laughs> <de ez>, hogy... <laughs> Könnyen tudsz váltani. Igen, egy dologról azért fontos beszélni. Még, hogy amikor függőségről beszélünk, 90%-ban a, a drogról és az alkoholról beszéltünk. De hogy mondjuk el, hogy itt még nagyon sokféle más függőség is van. Tehát, hogy mindenki függ valamitől, ugye hangzik el a népszerű dalszövegben. És? Jaj, nem! Nem, nem! Nem. Van nem. olyan, aki, aki egyáltalán nem szenvedélybeteg. Igen, csak azokat mi utáljuk, és utáljuk <coughs> igen. Azok szerintem boldog az emberek, azok az az családosan kirándulnak az erdőbe. Tehát hét az, hogy, van. hogy vannak emberek, akik szeretnek havonta egyszer megnézni egy teljes évadot a kedvenc sorozatból, az szerintem nem gáz. Én azt gondolom, hogy ha ő úgy tud kikapcsolódni, akkor ám mm -hmm. legyen. Tehát akkor van nekünk ezzel dolgunk, vagy neki magával, hogyha ugye a kapcsolatokban valami uh, változás történik, vagy a, 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 az életminősége uh, romlik. De én sajnos mondom, nagy, nagy irigységgel mondom, de hát körülöttem él egy rakás, normális ember, aki reggel hatkor fel kell, nem kell neki elszívni a cigit, és meginni a kávét, és betolni a fejébe ezer kalóriát, hogy el kell induljon, hogy elinduljon, hanem hanem igazából nem veszi észre, hogy reggeliztem, vagy nem reggeliztem. Meg tudjátok ezt érteni? Hogy zabáltam, vagy nem zabáltam? Én addig nem jövök ki a lakásból, amíg nem zabáltam valamit, mert érzem, hogy nekem erre szükségem van. A nagy kérdés, hogy az első kávé nélkül hogy főzöd meg az első kávé? Előző este bekészíted. Miért tűnne függőségnek, hiszen a társadalom presszíroz arra minden egyes pillanatban, minden gesztusával, vagy, hogy én így a kávét, Na, mert az szexi. A vagy sört, sört vagy, is vagy, ugyanígy ajánlatják, meg a cigit, meg a. Ki mire? Izé, igen, úgyhogy, <síns> úgyhogy mi az, amire <laughs> kíváncsi vagyok, mi az, ami megragadja a fantáziámat. Ezért van az, hogy én kínálgathatom a felépülést a nagy képernyőn, a stadionban mindenkinek, de hogyha nem érzi azt, hogy hogy hát szeretnék valamit változni, lehet, hogy ez jó nekem, hanem jó, azok a lúzerek, azok alkoholisták, akik az az... ülnek körbe a rehabon a széken, Pff, mekkora lózerek? de hát én nem vagyok egy. és ez az, hogy, a, hogy a valaki végigcsinál egy rehabot, és utána jár csoportterápiára, más meg maradt abban az állapotában, és ezt a kettőt egymás mellé teszed, Adott esetben mondjuk egy faluban, egy kis közösségben, akkor igen. azt mondod, hogy a Józsi az egy lúzer, mert rehabon volt, igen. és még De most is viszont... járnia kell terápiára. A Te Józsi bácsi bír. Két fontos kérdés volt azért, amit felvetettél, az egyik, hogy hogy igen, gyakorlatilag ugye a kemény függőségnél maga a szer, ami a függőséget okozza a viselkedés, és ne ott valamilyen ö feszültségoldó, vagy, vagy, olyan inger, ami, amire ráfüggsz, és hogy ilyen módon valóban bármilyen viselkedés kiváltat akár függőséget, tehát a tárháza végtelen. De azért az fontos hangsúlyozni, hogy különbséget teszünk a hétköznapi értelemben vett függőség, meg a klinikai értelemben vett függőség között. Szóval, hogy ez, amit Zsolt is mondott, hogy csomó mindenki, nem tudom, sorozatfüggő vagyok, meg ilyen függő vagyok, meg olyan függő vagyok. És itt nagyon fontos szempont az ártalmasság, a specifikusság, illetve akár az, hogy magyarázhatóan hogy más zavarral jobban az a tünet, hogyha uh -huh. épp el vagy rá vagy gyógyulva, de hogy amúgy meg igen, a függőségnek azért, mert ez így van, tehát hogy ez, ez, ez most nem hangzott el, de szerintem ez fontos, hogy a függőségnek vannak kritériumai, meg benne van a DSM 5 be viszonylag egyértelmű, hogy az alábbiak közül, a keresztül jellemző az alábbi minimum három, akkor ebben az esetben mikor vagy enyhe, közepes, súlyos vagy, vagy súlyosan függő, tehát hogy a sóvárgástól kezdve a tolerancián keresztül a Zsolt ezt többször hangsúlyozta a kapcsolataidra a gyakorolt hatás, de épp így a munkádat el tudod -e látni, tudsz-e funkcionálni az életed egyéb fontos területén, stb. stb. többi, Tehát, hogy ezekre milyen hatása van, az, az jelzője annak, hogy akkor itt tényleg van egy klinikai értelemben vett függőség, vagy valóban én úgy lazulok le, hogy, hogy akkor nem tudom, egy hónapban egyszer megnézek egy évad nem tudom mit, <laughs> nem, szoktam, de hogy, hogy valami sorozatot, és az nem megy rovására egy csomó minden másnak. Meg nem az lesz a megküzdési mechanizmus. Nagyon stresszes napom, a muszáj előtte Igen, egy meg jó Igen, de van, ahol ez egyébként, van, akinél ez, ez tényleg függőségszinten, tehát hozzám is járt olyan srác, aki közben Hát nem tudott cégvezetni, mert akkor minden egyes alkalma reggel, amikor végignézte a tudulistát, hogy akkor mit kéne csinálni, azt mondta, hogy akkor inkább ő most egy évadot végignéz valamiből, és akkor ezt csinálta hónapokon keresztül, szóval hogy ez nagyon nem mindegy a, a mértékese. tehát uh -huh. bizonyos szint fölött mindenképpen problémás, és épp így egyébként a, az alkoholnál is egy picit ebbe én azt gondolom, hogy szigorú vagyok, mint Zsolt, tehát hogy, hogyha valaki megisza a napi, nem tudom, két üveg bort, az én már azért egy olyan mennyiségnek gondolom, ami hosszú távon mindenképpen káros, vagy egy bizonyos mennyiség fölött az mindenképpen káros. Na Akkor elmondhatom, hogy klinikai eset vagyok, hiszen már a munkafüggőségem a munka rovására megy. megy. <laughs> és mennyire, mennyire van ma nehéz dolgunk? Mert ugye a függőséget azt szokták összefüggésbe hozni a, az impulzivitással és az ingerkereséssel. Tehát, hogy azok, akik impulzívak, akik. akik... Meg a kompulzivitással Igen. és az ingerkerüléssel. Igen, vagy hát, akik nem kinek tudják, mi? kinek mi. Viszont a, az ingerek száma ö, egyre nő. Tehát ö, nem tudom, a filmek egyre gyorsabbak, a vágások, a, a, a minden, a, a feszültség. A, azt olvastam, hogy a, marihuának, a marihuánának marihuának a THC tartalma az utóbbi években 4%-ról 12%-ra nőtt. Tehát egyre, egyre erősebb ingereket. A borok most már nem 4-6%-osok, hanem van 13-15%-os bor is az ausztrális iraz hogy, hogy mennyire, mennyire, nehéz, mennyire van nehéz dolgunk egy ilyen, egy ilyen brutálisan inger gazdag világban, ahol azt mondják, hogy vásárolja, hogy te mondtad is, hogy, 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 reklámozzák a cigit, a sört, a, nem tudom én, az menő, de hogy az nem menő, hogy legyen csak boldog, csak úgy magában, és egy ilyen kék ami, aminek ugye alapból kéne működni, hogy az agy jutalmazza saját magát szépen. Hát erről azt gondolom, hogy Rengeteg az információ, valóban, és ez óriási terhelés számunkra. Viszont jobban oda tudok figyelni, hogy ha megfelelő forrásból szerzem az információt, mi a betegség, mikor van baj, mikor kell segítségért fordulni, akkor viszont sokkal egyszerűbb dolgom van. Ugye megint az előző példa, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 10 éve betelefonáltál egy pszichiátria osztályra, akár, vagy elmentél a belgyógyászatra, hogy hát van egy függőségem, szeretnék változtatni, mit kezdjek veled, azt mondta a belgyógyász, hogy ha ne jár, hát le kéne már tenni, Géza. Hát most már mit csináljak én ezzel? És ma már azért ennél sokkal többet tudunk. Tehát, hogy egy rakás infóvonal, netes portál, akik, akik, hogy is mondjam, kin vannak a neten, tehát ott van a rengeteg visszajelzés, hogy én ott voltam, felépültem, meggyógyultam. A másik meg leírja, hogy én meg amott voltam, leszartak, Kidobtak, lehozták hmm. a pénzemet, és a többi. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebből a szempontból legalább annyi előnye van a mai társadalomnak a, a változás szempontjából, mint amennyi hátránya az információ abundencia miatt. Úgyhogy. úgyhogy bárhonnan közelítesz, én úgyis a jó részét hmm. fogom mondani. Ennek, örülünk, ennek Akkor is mondom is. azt, hogy szal. Bárcsak Igen. mindenki ilyen bizakodó Igen. lenne, és ha nem lenne ilyen inger környezetünk, akkor Igen. nem tudhatnánk az ingerek között azt sem, hogy van anonimalkoholisták.hu, anonimus illetve gamblersanonymous.hu. Köszönjük szépen Dr. Petke Zsoltnak, hogy itt volt, és a töretlen optimizmusával erőtöntött azokba, akik esetleg a függőség hullámain hánykolódva menedéket keresnek. Köszönöm szépen Hoffman a klinikai is, hogy kalauzolt minket ma désenikő és Kovács András Péter tapasztalati szakértők voltak a mai műsorvezetők. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Kérdéseiteket, észrevételeiteket várjuk a Facebookon, Instagramon és a Youtube-on. Sziasztok!